Sziasztok! Sziasztok! Jaj, beteg vagyok már megint. Hát... Azért ilyen vicces a hangom ma. Ezt most sajnos el kell tűrni. És mit csinálunk legközelebb, Hát ugye Nándi? Dragon Priest maszkokat kellene folytatni, azt ugye le lehet szedni. És akkor választani egy nyilat, mert tele van a pálya Dragon Priestekkel Az még. összes erre van, nézd meg. Ott van egy. Meg. Hát Itt jó egy lesz az, picsába. legyen az. Hol az anyámba van ez? Úr, na oda nem megyünk. Na Ha várjál legyen, csak. mit tudom, ott az, könnyű festrevelezni. Legyen Ez, ez. aha. És akkor a barlangtól. De valamelyik barlangtól, Jó. persze. No, amíg utazunk, most kivétnes nekem is van egy viccem, meg Nándinak is. Ja, most nem sztori, hanem vicc. Hát ami a kezdjed szerintem... te, mert a tiéd az rövidebb. Hova már először megjelenem, teszek mellé egy zöldet. Vagy utána, hogy e felé kell menni. Így. Igen, Hát jó, az. oké. Okay. Igen. Szóval oda megyünk, addig mondunk egy sztorit, illetve Okay. hát egy-egy viccet, mert ez marha jó szerintem. Na, kezdjed. Na figyelj, megtörtént rendőrségi beszélgetés, tehát jegyzőkönyvből van leolvasva, tehát ez tényleg megtörtént. Ugye a rendőr kérdezi a szemtanútól, hogy ugye ez kezdett, kérem minden kérdésre orálisan válaszoljon. Hova járt iskolába? Orálisan! Jó, köszönjük szépen, hazamehet. És ez tényleg, tehát ez valami amerikai izé Igen. lehet egyébként, mert azok szoktak ilyen okosak lenni. Na mindegy, hopsz, mi van? Nem tudom Úristen. egyenlőre. De ez Viszont... meg egy ilyen ork erőd. Igen, nem, ez bánya. Egész konkrétan. Ja, bánya, aha. Ja, csak benditek vannak, csak az véletlenül pont ork volt. Aha, jó. Most Jó. ezért lettél a Dragon Priestet? Hát miért nem? Companion úgy sincsen. Jó, csak kérdezem. Na közben, amíg megy ez az epikus küzdelem, ami kevésbé epikus, mondhatod a tiédet is. Hát de azt az útra tartogatom. Há. Tehát most a... Jaj, most a sok minden történik. Há, ez tök jó, hogy beleállt a nyilaz ja. lépcsőbe. Na itt vagytok, már jó van. Hát ezt nehéz lesz így eltalálni, hogy közbe fut. Ez egy Üha. Tag. Nem lesz itt Hallott baj. Semmit nem sebez szinte, tök jó. De srácok már komolyan. Na most ezt akartam is mondani neked, Máté. Ez kurva eget, hogy igen. Attól, hogy felhúzod a nyilat, még nem kell egyből ellőni, tehát ezt nyugodtan tartsd úgy, és akkor célozzál. Hát igen, csak addig belé, mint 86. Hát azt, de még tehát még az mindig jobb, mint hogyha mellé lősz, mert akkor előről kell kihúzni a nyilat. Az meg sokkal több Igen. idő. Tehát még mindig jobb, mint hogyha Mi? Félre lősz. Nem Tehát tán... nyugodtan tartsd úgy a nyilat kihúzva. Okay, és akkor célozzál. Nem kell rögtön ellőni mindent. Ki az ott le? Ops! Hallod, olyat spinningelt a csávó. Senkit nem kímélünk, gyerekek. Senkit se. Na, és közben... Visszajöttem Németországból. Igen. Ez már azután lett felvéve. 61. rész, azt hiszem ezt elfelejtettem említeni, bár nem tudom miért említem meg minden rész elén. És na jó, ezt majd azután mondom, mielőtt elmondod a viccedet. Szóval mondhatod. Jó. Szóval vicc. Azt tudjátok-e, hogy miért lett Kiskun félegyházának a neve Kiskun félegyháza? Tehát ugye ez egy ilyen sztori. Hát ez úgy volt, ez történelmileg, hogy ugye a honfoglaló magyarok, ahogy jöttek be a vereckei hágón, és akkor jöttek át a Kárpátokon be a medencébe, egyszer csak láttak egy nagyon jó helyet a letelepülésre, és akkor mondták, hogy hát itt le kéne települni, mert ez egy nagyon jó hely. És akkor mondták, hogy hát mi legyen ennek a helynek a neve, el kéne nevezni. Hát, így a vezérek így tanácskoztak, tanakodtak, és akkor mondták, hogy hát sok itt a kecske, meg ez egy ilyen mét, ugye a mét az a ősmagyar nyelven egy ilyen rétet vagy zöldellő mezőt jelent, úgyhogy legyen a neve Kecskemét. És így lett Kecskemét neve Kecskemét. Aztán mentek tovább, ugye megint jött egy olyan hely, ahol ilyen sok volt a kecske, meg minden, és akkor mondták, hogy itt le kéne telepedni, ez egy nagyon jó hely, de mi legyen a neve? Hát ugye itt is ugye... Itt is, ide nem kéne lejönni. Igen. Itt is sok volt, itt is olyan sok kecske van,
Úgyhogy meg ez is egy ilyen mét, úgyhogy ennek legyen a neve Kecskemét. Hát de várjunk egy percet, az nem jó, hát az már volt. Ja, tényleg. Hát akkor legyen Kiskunfélegyháza. És így lett Kiskunfélegyháza. Gratulálok. Tehát ez az ilyen típusú vicc, tehát ez az agyzsibasztó, fárasztó szarság. De nekem tetszik, tehát én olyat facepalmoltam rajta, amikor először hallottam. Szerintem ide ne gyere le, mert tök fölösleges hát ezzel szokni. Csak erre van úgy, tehát vagy ez, vagy hegymászás. Hát akkor hegymászást kellett volna, mert hát így biztos, kb. 8-an nyilazgatnak csak téged. Hát hegymászni én meg nem fogok, abban már tököm tele van. Futok inkább. Ja, hogy, ja, jó, oké. Okay. Oh shit! Oké, okay, nincs baj. Oh shut the fuck up. Te ki vagy? Elment. Igen, tehát... Mi? Ezek a hidak szerintem nem arra vannak, hogy itt ugrálj rajtuk. Hát én arra használom őket. Szóval visszajöttem Németországból, és ugye én ilyen szemináriumon voltam, tehát nem kirándulás céljából, hanem tanulás céljából legfőképpen. És ott voltak ilyen szemináros-tatók, hát hogy hívják ezeket, házigazdák tulajdonképpen. De most a szemináriumot szerintem te nem is jó értelemben használ, tehát ez nem ezt jelenti, amire te használod. Te azt tudod, mit akarok. Nem, de nem értem, hogy... A konferencia. Na hát az nem mindegy. De, szeminárium az konferencia. Hát nem egészen, mindegy, hagyjuk. Igen, mondjad a lényeget. Jó. És ugye a feladatom nekünk ott az volt, hogy kellett 3 cikket írni a saját weboldalukra. És volt ott egy csaj is, akit úgy oda lehetett menni és kérdezni, hogy akkor most mi van. Úgyhogy alakadsz a projektedben. Na most, az a nő egy hülye. Én ezt most megmondom, hogyha oda mentél hozzá kérdezni, nem mondott semmit. Tehát például egyszer azt hiszem kérdeztem tőle valamit, mert előre meg kellett... Ez most belefullad a... Hát ez most ilyen tip mix, hogy hova kell lőni. Mindegy, hagyjuk. Szóval ugye előre be kellett jelölni a weboldalon, hogy te milyen témát szeretnél kidolgozni. Tehát előre le kellett foglalni. És akkor én oda mentem aztán megkérdezni, hogy úgy mégis vasszisztálsz, hogy ez hogy kell. És akkor így, ugye ezt én telefonnal kérdeztem. Tehát, hogy telefonról akartam ezt megcsinálni. És akkor így... De azt mondtad, oda mentél hozzá. Igen, hogy telefonról akartam bejelentkezni, érted? Ja, igen. Megint kifogyott a játék. Én nem tudom, tehát eddig még egyetlen egy részt se tudtunk leforgatni, ami normálisan sikerült volna. Én nem tudom, mi a fasz, mivel a Steam, vagy a Bethesda, vagy nem tudom. Hát Bethesda. Steamnek ez semmi köze, a játék szar. Úristen, szóval, mi van? Na most nem tudom, hol tartottál a sztoriban. Ott tartottam a sztoriban, hogy elmentem a csajhoz megkérdezni, hogy regisztrálok én ide be, tehát hogy jelölöm meg a témámat. És akkor én mondta, hogy na add ide! És kiveszi a kezemmel a talán. Így elkezdi tapogatni, így tapogatja vagy 5 percig, és azt képzeld, hogy utána eladta 5 percben nekem a semmit, és elment. Tehát így körülbelül, tehát annyira látszott rajta, hogy fogalma sincs. Hol vagyok? Mi van? Ott, mindjárt. De most mi? Hogyan? The hell's fuck. Itt volt egy... Hogyan? Mentem el mellette. Nem tudom, de most már fordulj vissza. Tegyél akkor konkrétan... Na várjál, akkor ide fel... Ja, nem. Ez nem igaz. Hol van? Enemy. Enemy? Hát azt nem tudom. Hagyjad! Nem! Térkép! Vissza! Tegyél egy zöld nyilat oda mellé. Pont, de nem pont tudok. Rá, dehogy nem tudsz. Nem tudok. Csak ide. Jó, akkor menjünk el oda. És onnan már csak balra kell majd fordulni. Okay. Ez közel van egyébként, ez lófasz. Szóval, tehát előadta neki, 5 percben így beszélt a semmiről, tehát tényleg tulajdonképpen, hogy így hát, egy kicsit szorít ez a cipő, most mennem kell, tehát körülbelül ilyen szintű tulajdonképpen nagyon gyorsan le akart koppatotni, mert fogalma sem volt róla, hogy én mit kérdezek. És... De ez egy tanár volt? Vagy egy ottani, tanár, persze, ottani ember? Tanár, igen. Igen. Mit a
Maci! Megharagszol, hogy harcba küldöm egy... Conjuration 75. Lehet kérni az expert. Hát ezt beszopod. Na gus, legyen. Az jó lesz. Ez te meg fussál. Mi a szar volt? Nem tudom, de fussál. De most miért váltottál egy közösre? Hát mert az sokkal-sokkal jobb. Ennyi. Le is sebezte a fuszrodám, mondjuk ezt nem gondoltam. Hogy egy ekkora eséstől ennyit sebződik. Most már értem. De ne, ott nem fogsz tudni. Ne próbálj egyenesen a hírt. Ezek pont az ellenkező irányban van. Hát de fölfele megy a hegyre, mindjárt lesz benne egy forduló. Látod, ott már fordul balra, az jó lesz az. Csak így lehet följutni a hegyre. Ja, meg volt a fő szervező, aki Thomas valaminek hívták, nem tudom, nem Hansnak hívtuk, mert német. És ugye úgy volt a wifi rendszer, hogy a szobákban nincsen, csak a lobbiban, tehát csak a recepció előtt van wifi. És mindenki oda járt lekockulni esténként. Gratulálok. És úgy van, hogy Hans mindig jött körülbelül fél éjfélkor, hogy hogy akkor most ő a wifi-t kikapcsolná, amit nem értjük, hogy miért, de fél éjfélkor ki van kapcsolva a wifi. És mindig, de érted? Mindig oda jött hozzánk, és akkor Schuldigung, in Bad Marienberg, mert ugye az a hely neve, ahol mentünk, students must be in bed in midnight, vagy at midnight, mit tudom én, és akkor... Hát ez hülyeség. És te érted? Mindig. Már jött oda hozzánk, hogy in Bad Marienberg, mondom, tudjuk. És ezt 8-szor végig hallgattál? Igen, minden este, hogy... Igen. Kids, excuse me, in Bad Marienberg. Igen, in Bad Marienberg. Ez egy betanult szöveg, amit mindig előad. Igen, már gondoltuk, hogy izé rebootoljuk a rendszert. Frissítsünk már a szoftveren, mert ez nagyon unalmas. Ez olyan, mint vannak azok a viccek, amik úgy kezdődnek, hogy anyád. Mármint, hogy tudjuk kezdődni. Vannak ilyen viccek. Tudod, ismeretek ott a vicceket, hogy szovjet Oroszországban. Ja. Nem a medve eszi meg embert, ember eszi meg medvét, és nagyon sok ilyen van. És akkor ezt is már így éreztük magunkat, hogy in Bad Marienberg, students in bed. Na mindegy. A medvének ez a power attackja, amikor így két lábra áll. Ja. Na mindegy. Na, most már tényleg hol az Istenben van ez de a amúgy, szar? De annyi... Most néz térképet. Itt vagyunk. Jó, most jó port, jó irányba mész, most hagyjad a zöldet. Most a fekete irányába menjünk. De te annyi luxus házat, mint ott, te nem láttál, de tényleg. Olyan gyönyörű ott minden. Hát igen, hát nem egy Miskolc, az biztos, tehát az azért Németország. De tényleg, tehát milliméter pontossággal levágott gyep, ilyen matematikai pontossággó gömbfák, tehát ilyen gömblombú ja, fák. Nagyon szép ott minden. Aztán a házakról is beszéljünk. Szerintem megjöttem. Ja. És ezt nem azért mondom, hogy fikázni akarom ezt az országot, mert amúgy szerintem sokkal jobb ország, csak mi vagyunk ilyen bitchek, hogy mi állandóan... A magyar az nagyon sokat panaszkodik, igen. Tehát ha neki nincs pávatoll a picsájában, már nem jó, tehát... Igen, tehát sokkal jobb országban élünk, mint mi azt hiszik magunkról, tehát én nem azt mondom, hogy egy szar, de azért Németország, tehát azért na, az durva volt. Jön meg a cseh autó! Jaj! Na. Ez mekkora sztori! Na várjál közben, ezt mindjárt mondom. Rendben, szia, és így visszafordulnék. Hevnorak, nem tudom, ilyen lesz ez a Companion nélkül, de ez a szellem hát, jön velünk, remélem jön velünk. A Dragon Priestet leraksz, az idéz egy izét. A szellem az nem jön veled. Ja. Aha. Bring
Ura, akkor ezt igazából lesz rakom be. Így, ez így könnyebb. Szóval... K. Hát jó van, egészségedre. Have a good time. Szóval milyen autópálya? Igen, tehát ugye Csehországon keresztül mentünk busszal Németországban. Na most cseh autópálya az úgy néz ki, hogy így lapokból van összerakva. És így... Tete! Tehát a busszal ennyit érzel 12 órán keresztül. Tete! És ráadásul, hogyha éppen nem lapokból van összerakva, akkor meg szar az aszfalt. Akkor meg és ugye ez ilyen nemzetközi szeminárium volt, vagy akármilyen szót akarsz használni. Igen. És ott voltak mindenki, tehát németek, lengyelek, csehek. És ugye az első este kellett bemutatni a saját országodat ilyen prezentáción keresztül, csak nem használtál hozzá PowerPointot, szóval mutogatsz, itt tudom én rajzolsz akármi, PowerPoint nélkül. Na most jöttek a csehek, és így megkérdezték tőle, hogy a közönségek nagyon interaktívak akartak lenni, hogy... Ajaj. Igen. Nektek mi jut eszetekbe először Csehországról, lesz így angolul. Sör! És akkor... Ja, egyik srác magyarul beordibálja. Jó, az autópályátok! Ezt mi, magyarok meg elkezdenek röhögni, senki nem érti miért. De tényleg, tehát az szar volt. Hogyha valaki Csehországban él, akkor fix your shit! Ja. Na, törst fel a fegyvert. Mert lemerült az Enchantíren. Ja, nincs most... Jó. Ajaj! Nincs a Black izével, akkor izével. Két commonnal. Hol vannak a commonok itt? Egy common van. Nem, kettő. Hát sok common van, még egyszer, úgy. Ja. Okay. Ennyi elég. Oh, Isten. Szóval jó a cseh autópálya. Oké, okay, Nandi, te jössz. Én? Igen. Hát én már mondtam. Hát jó. Most foglalkozzunk a játékkal is egy kicsit szerintem. Hát minek azt? Már a fáj a torkom, nem beszélek már többet. Úgy gondoltam. Jó, akkor mostantól csönd, hoppá. Mostantól csöndben leszünk. Igen. Néma. 13 végigjátszás. Perc. Hát azokat úgy utálom. Amikor így ezért ki van írva, hogy mit tudom én, Skyrim végigjátszás, így elkezdek belenézni és nincs a mikrofon. Hanem csak a játék. Tehát annak van értelme. Nem tudom miért raktam el azt a minátort. Az ott a Dragon Priest-nek a szelleme. Ja, itt járkál nekem össze-vissza. Hát ezt a dungeon szerintem nem tudjuk befejezni ennyi idő alatt, ide nem ennyi alatt. Nem, ez egy hosszú dungeon. Nem, ezt mit csinálsz? Te mi vagy? Ja, akkor annak lehet, hogy szerzem a lelkét. Hallod ezzel a Skyrim-mel mi van? Megint kifagyott. Második számú kifagyás, egy nap alatt, köszönjük szépen. Hát... Én nem tudom mi van. Oké, okay, enged. Aha, alig van pötty. Csak vagy 8. Hát végül is. A persze sétáljál. Na, oké, azt hittem, hogy ez egy priest. Hát és az. Vagy droger. Shut up! Nincs több leszörszó. Okay, akkor nyomassunk egy pár bajt, haver. Hát azt te fogod beszlopni, hogyha eltalál. Nem is engem céloz. Ja, Prisztemet. Oké. Okay. Oh, stagger me, please. Answer. Oh shit. Pedig már tök jó, már fél életelen van. Nem baj, lenyilazzuk akkor is, hogy nyerem a pár bajon lett. Hogy rohannálsz. De most megint eltalált és megint céloz. Az oszlop védte ki a fut... Az anyád! Most mit csinálsz? Lőd el! Már előtte, azóta már kiúzta még egyszer. Ez meg fog ölni, ha egyszer eltalál. Vigyázz! Nyugi. Lent van hídban. Ne, megölte a izé, jó van. A okay. Dragon Priest. Ez mondjuk tetszett, jó pár baj. Ja, ez jó volt. Oké, okay, viszont van még önkéntjes, úgy látom. Ó, ott még lent. Bőven. Azok ott lent vannak, azokat minket nem érdekelnek. Öh.
8 gold. Az életem mostantól sokkal jobb. Igen. Minőségibb. Ó, ez a hely. Mi van itt már? Eszembe jutott valami. Úristen. Ja, a előző résznél a kommentelők kérdezték, hogy mi lesz azzal a Helgeni kocsmában, tudod, kértünk egy Dragon Priest nevű italt, ja, vagy ja, kaját, ja, ja, vagy nem tudjuk mi az, és hogy abban vissza kéne menni megnézni, hogy az mi az Isten. Azt nehogy elfelejtsük. Mert az engem is érdekel, meg gondolom a nézőket is. Azt lehet felgyújtani valahogy? Föl lehet. Csak le kéne verni a tüzet, vagy rálépni erre a csapdára, mert szerintem az is azt csinálja. Ugye, én szerintem leütöm. Ja, vagy lenyilazni. Nem fogok kockáztatni. Így. Igen, csak most így egy pár másodpercig még nem tudsz bemenni rendesen. Itt oldal vizen simán. Ja, és itt lesz az, hogy kétfele is lehet menni, és először ide. Nem baj, hogy égek szerintem. De hogy baj, hát miért, mert itt zavar az. Az neked csak a javadra válik, tehát nyugodtan. És akkor van valahol egy gomb. Ja, ott van a falon a fákja mögött. Nem, nem az, a másik fákja. Itt. Aha, oké. Okay. Nem fákja, ez csak gyertyatartó, de mindegy. Uh-huh. És akkor először ide, meg kinyílt a szembe lévő rács is. Igen. Mi a szar vagy te? Death? Deathlord, holy shit! Death to you? Ennek is ebony szarja van. Aha, na ezt fog akkor átütni, hogy jó ide csúnya. Potion. Ezt már sokszor elsütöttük az ionos poén, nem? Ionos poén. Akkor már még egyszer nem. Ez extrém. Mehet. Egyet elég. Nem volt elég. Wait, what? You're shitting me. Tegyél le priestet megint, azt kész. Jó. Te meg hátulról nyillal. Hát akkor legyen úgy. Ja, még itt vagyunk. Még ott a skiver is. Ja, várjatok akkor. Csak szépen sorjában. Így, most jöttek ti. Ez olyan jól néz ki, hogy így szétcsesződik minden. Ja. Shit really hits the fan. Jöhettek mindegy. Igen, és be egy priestet. Jó. Ja, das ist schön. Így. És tudsz még egy bound boat idézni? Az lenne igen. Jó, hogyha tudnál így, tehát így hátul maradnál, és onnan tudnánk így ja. Baszoktatni. Baszoktatni. Ez kemény ez a priest. Ja. Ez az. Csak azt nem értem, hogy miért használ ödept szintű spelleket. Mondjuk ez a Frostcloak ez jó, hogy itt van rajta, mert az folyamatosan sebzi. De a Firebolt azt nem értem. Hát jó ez. Ez miért jó? Na mindegy. Ez nagyon durva tényleg, tehát nagyon, nagyon osztja az izét. A Deathlord már azt tudja mi van. Meg se bírt moccanni már. Ja. Szegény. És akkor itt kell valamit összeszedni. Ezt. Ja igen. Ilyenből van három. Úristen, micsoda badass! Ja. Most azt hiszi, hogy a király, de igazából nem, mert én öltem meg. Most ez kinyílt. Ez is kinyílt, igen. Oké. Okay. És akkor itt meg tele lesz megint Drogerrel. Uha, az lát. Ez a konzsorulés mindig hangos. Igen. Van olyan perk, hogy Hulk a... Ajaj, jött egy átmenet. Szóval van olyan perk az Illusion fában, hogy Hulk varázslás, vagy valami Quiet Casting az az angol neve. És az minden fára vonatkozik, tehát nem csak az Illusionre, hanem az a Conjuration-t is halkítaná. De hát ahhoz Illusion-t kéne tanulni. Ja. Ami csak... meg nem egy előnyös dolog. Vagyis hát előbb-utóbb biztos fogunk azt is. Mondjuk akkor, amikor a Conjuration már 100-as. Meg hát mindjárt a One Handed is mindjárt 100, Two Handed, Archery is mindjárt 100. Viszont... Úgyhogy kell valami, amiből tanulhatunk, úgyhogy lehet, hogy elkezdjük az Illusion-t. Viszont egyenlőre foglalkozunk a jelennel, igen. Ami drógörökből áll. Igen. Itt mi van? Hozzá nem is gagyi szintű drógörökből, hanem hát Scourge, meg White, meg ilyenek jönnek. Úgy nem az van, hogy nem lehet lockpickelni kombat közben? Lockpickelni bármikor lehet. Akkor jó. Picit visszább. Oké. Okay. Open up. Úristen.
Azt hittem ez is le lesz lakkolva. Bending. LOL. Ilyen enchant még tuti nincs. Ja. Sok szar könyv. Mi van? Úristen! Új! Mikor jöttetek? Bejöttek. Ja, hogy és mi is. Jó, oké. Így már jó. Oké. Akkor ez csak egy gratis volt. Az igazi hely erre van. Hú, erre mint, ha emlékeznék amúgy, hogy ilyen smire... Mi? Hát ezt már azért csináltuk párszor. Először oda-balra, igen. There are two ways. Ne, ezt nem mondod komolyan. Tehát akkor szerintem itt be is fejezhetjük a 64. részt, mert én harmadjára nem indítom újra az kurva élet. Szar ez a Skyrim. Illetve jó, csak programozni kéne még egy kicsit. Na jó, legközelebb folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok.